Homo sapiens megjelenésével elkezd emelkedni egy pálya, magyarán a teremtett természetből egyre többet kisajátít az ember azért, hogy neki egy kényelmesebb vagy megbízhatóbb hajléka legyen. Megjelenik az ember reprodukciójában fontos dolog, ugye ez egyrészt, hogy a földművesek, az élelemtermelés a korábbi vadászat helyett, ami vagy sikerült, vagy nem, de ebből élt az ember, és megjelennek a falvak. Megjelennek a falvak, aztán utána 3000 táján, tehát 5000 évvel ezelőtt újabb mérföldköveket látunk, mert megjelennek a városok, és ettől a kortól beszélhetünk építészet történetről. Tehát az építészet egyrészt a civilizáció bölcsője, de oka is. Teljesen kimaradt a népi építészet. És akkor én elkezdtem hát először csak fakultatív tárgyként szervezni ilyet, aztán később tudományos diákköri, hát a felmérési emlékeimből, vagy emlékeimre visszagondolva szerveztem tudományos diákköri ilyen felmérő utakat hallgatóknak, és lassan ez a tárgy lassan fölállt annyira, hogy volt egy olyan kari, hogy mondjam, harcállási helyzet, hogy a oktatási dékán helyettes azt mondta, hogy hát itt van egy, tulajdonképpen egy teljes értékű tárgy, állítsuk be. És akkor ez egy fél éves rendes tárgy lett a magyar népi építészet. Ebben az esetben itt valamilyen tartó szerkezetet csinálni kell, és ide felrakták a husza és nedves szalmát, és ezt szépen ezek a meredek tetőn járkálva legények betaposták. Tehát ugye, attól, hogy két falu nem egyforma, és mindegyikhez tartozik egyfajta tájegységi típus, épülettípus, ez tulajdonképpen az arca lesz az a falunak, amelyik minden esetben más és más. Na most ezzel történt az elmúlt 50-60 évben valami. Figyeljék meg a templom tornyot. Ez a két utcakép ugyanarról a helyről van felvéve. Tehát abból a 20. század elejé utcaképből lett ez a, hát meglehetősen zűrzavaros kép. Mint értékekkel, tehát a faluképpel és a faluközpontokkal nem nagyon foglalkozunk. Vannak olyan építészirodák, akik ezt értik már. Megjelent az építész, a szervező építész, a rendező építésznek az akarata, és itt már azért jobb a helyzet. Ami kézzelfogható eredmény, az nem az én érdemem, hanem a Makóna iskolának az érdeme, akik ezt már a 70-es évektől kezdték firtatni, hogy a faluba falusi épület való. Mindenkinek vannak gyökerei, az emberiségnek is vannak gyökerei, sőt, azt lehet mondani, hogy a teremtés óta, ami megtörtént a világgal, meg velünk, abból semmi nem vész el.